az élet-halál kérdés, hogy ki hány pontot tűz magával. Hát itt minden pont meghatároz a következő csoportbali eredményességet. Én azt gondolom, hogy a spanyol csapat, bízunk benne, hogy elveri az orosz válogatottat. Nagyon fontos lenne, mert ha nem, akkor az oroszokat tovább jutok. Ha mi nem tudjuk elvenni az olimpiai és háromszoros világbajnokot. Tehát ez kiderül. Tép nélküliségről nincs szó, hiszen a rendszer úgy van fölépítve, hogy minden vihető pontszám borzasztó nagy érteket, például a spanyol győzelem előtt 3 pontot visznek magukkal, és ez egy óriási dolog, mert a túloldalon lesz a másik csoportban olyan, aki 0 vagy 1 ponttal jön el, eleve utolérhetetlen előnyre tesznek szert. A másik dolog, hogy a franciák elleni mérkőzés a tegnapi játékokat látva, hogy elég szalonka mérkőzés volt, mert 7-0-ra vezettek a franciák, 10. perc körül, a 10. perc után kikaptak 4-el, tehát az oroszok az 50 percet megnyerték 4-0. Tehát a spanyol-orosz meccsek óriási tétel van az oroszoknak az utolsó lehetőség. Mi ugyanúgy készülünk a franciák ellen, holott is sokkal esélyesebbek, hogy megfelelő módon tudjunk versenyezni, mert itt minden gólnak kellem.